Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ma szeretném folytatni az Isten gondoskodásával kapcsolatos e, sorozatot, vagy tanítást, és szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy bőség, mit jelent az, hogy telhetetlenség. Ugye múlt héten megnéztük azt, hogy mit jelent az, hogy siker Isten nézőpontjából, és akkor most megnézzük, hogy a bőség mit jelent. Ugye a bőség az, az azt jelenti, hogyha össze akarom foglalni, hogy megvan minden szükségre a válasz az embernek, megvan mindene az embernek, amire szüksége van. És sőt, még, még van mit megtakarítani az embernek, kijön a szegénységből az ember, és nézzük meg ezzel kapcsolatban az Istennek a célját az ember életébe, illetve nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus miért jelent meg, ő maga mit mond, hogy ő miért jelent meg. A János Evangéliumának a tizedik fejezetében azt olvassuk, hogy azt, ö, azt mondja itt Isten igéje, hogy a tolvaj nem egyébért jön, azt mondja, nem egyébért jön a tolvaj, a sátán, az ördög, nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. De, azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát Jézus Krisztus azért jött, ez Isten célja az ember életével, a hívő embereknek az életével, sőt az emberiséggel kapcsolatban is. Hogy Jézus Krisztust azért küldte az Atya a földre, hogy mi bővölködjünk. Ő maga mondta ezt, tehát maga a Názáreti Jézus Krisztus. Nem azt olvassuk, hogy azért jött, hogy szegények legyünk, hanem azt mondja, hogy azért jött, hogy bővölködő életet éljünk. Ugye a, a szegényekkel kapcsolatban Jézus Krisztus, amikor a názáreti zsinagógában beszélt, akkor azt olvassuk a Lukács evangéliumának a negyedik fejezetében, hogy azért van rajta a Szent Szellem, az Úrnak a szellemével azért lett felkenve, hogy a szegényeknek örömhírt mondjon. És az örömhír az nem az a szegényeknek, hogy nyugodj meg, szegény maradsz, nem az az örömhír, hogy, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ennél még ennyit se lesz, hanem azt jelenti az örömhír, hogy Jézus Krisztus evangéliuma és az ő megváltása, az hatással lesz az anyagi életünkre, és a szegénységet fel akarja számolni Isten az életünkben, és a szegénység helyett bővölködő életet akar adni, sőt, még ennél is többet akar adni. És azt mondja Istennek a beszéde, hogy a szegénység az nélkülözést jelent, nem ezért teremtette Isten az embert a földre, hogy szegénységben éljen, hanem van kitörési lehetőség, ha, ha nem adatott meg neked hogy, hogy kitörjél természetes szinten a szegénységből, a szükölködésből. Akkor van egy jó hírem neked, hogy Jézus Krisztusnál természet fölötti segítséget tudsz kapni, hogy leszámolj az életedben a szegénységgel. És éppen ezért nézzünk meg egy pár igét, a Bibliában, hogy mi Istennek az akarata, célja az anyagi életünkkel kapcsolatban, hogy ő hogy, akar gund, hogy akarja gondunkat viselni. Tehát nézz meg, nézzük meg az egy Timóteus, tehát Timóteus első levelének a hatodik fejezetét, és azt olvasjuk itt a 17. verszakban, tehát egy Timóteus 6, és azt mondja itt Isten igéje, hogy 17. versszakban. azt mondja, azoknak, azoknak, akik gazdagok-e világon, mondd meg, ne fuvalkodjanak fel, és ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban. Tehát nem azt mondta Pálapostól, hogy azok, akik gazdagok, az fúj, hanem azt mondja, hogy mondd meg a gazdagoknak, semmi gond nincs a gazdagsággal, egy dologra figyeljenek, kettővel, ne, ne, fuvalkodjanak fel a gazdagságukkal, a másik pedig azt, hogy egy bizonytalan gazdagságban, ami ma lehet, hogy van, holnap nincs, abban ne reménykedjenek, tehát a reménység, a jót várás a jövővel kapcsolatban, az ne az a mulandó javakban legyen, hanem Jézus Krisztusban. És úgy folytatja, hogy hanem az élő Istenben legyen a reménységük, és azt mondja, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra. Tehát ezt mondja, hogy, hogy e, e, bőségesen. Tehát a táplálékunkra Istennek ez az akarata, és ezt meg is tudjuk vallani, hogy Isten ezt meg fogja tenni az életünkben, hogy bőségesen megad nekünk mindent a tápláltatásunkra, hogy együnk, sőt, nem csak a tápláltatásunkra, és ugye itt értsd bele a rezsiköltségeket is, mert ez is hozzá tartozik a megélhetéshez, ki kell fizetni a különböző közműveket, és ki kell fizetni ezeket a, a, a sárga csekkeket, amiket küldenek, és azt mondja, hogy bőségesen meg akar nekünk adni mindent a tápláltatásunkra, sőt azt mondja, megad, tehát nem meg fogja adni, hanem most is, tehát most ezekben a percekben, most, a jelen időben megad nekünk mindent. És pont ez a hitnek a gyakorlása, hogyha azt látod, hogy nincs, de Isten igen, mégis azt mondja, megadja Isten bőségesen a tápláltatásunkra. Sőt, azt mondja Pálapostól, mond még egy dolgot, azt mondja, hogy nem csak a tápláltatásunkra, hanem azt mondja, hogy mindenben, tehát mindenben megadja nekünk, hogy jót tegyenek, Legyenek gazdagok a jó cselekedetre, tehát miért ad Isten bőséget? Miért akar Isten bőséget adni nekünk? Miért akar Isten eh, kiléptetni bennünket a szegénységből, hogy csak a szükségeinknek a szintjén éljünk, hanem több legyen annál, mint amire szükségünk van? És miért akarja az, hogy, hogy még fölöslegünk is legyen? Azt mondja, azért hogy gazdagok legyünk a jó cselekedetekben. És ez, ez nem csak, tehát nézzétek meg, hogy itt pontosan a gazdagoknak is üzeni ezt, de nem csak a gazdagoknak, hanem minden hívőnek ezt üzeni Isten, hogy gazdagok legyünk a jó cselekedetekben, Legyünk szíves adakozók és közlők. És tudjátok, sokszor a szegény emberek nem szíves adakozók és közlők, miközben a, a gazdag emberek pedig tudnak jó szívvel adni. De persze, nyilván szegény emberek is vannak, akik jó szívűek, és gazdag emberek is vannak, akik jó szívűek, és ugyanígy fordítva. De... De nézzétek meg, hogy Isten viszont bőségesen megad nekünk mindent. Ez az a bizalom, hogy nyugodtan kiengedhetjük a pénzt a kezünkből, mert Isten gondot visel rólunk és a tápláltatásunkra. Tehát nyilván itt azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy pénzügyi intelligenciánk is, hogy hülyeségekre nem verjük el a pénzünket és azt, amit Istentől kapunk, azt nem ö, olyan célokra ö, dob, tehát dobzódjuk el, dobáljuk el, aminek ö, nincs értelme. Tehát ö, azt mondja, hogy ezzel, hogy az emberek szíves adakozók és közlők kincset gyűjtenek maguknak jó alapul a jövőre, tehát ez azt jelenti, hogy az adakozás hatással van a holnapodra, a holnap utánodra, a, eb, erre az évre, a következő évre, a következő évtizedekre. Tehát azt mondja, jó alapul gyűjt az ember, jó alapot gyűjt a jövőjére, hogy elnyerjék az örök életet. Tehát, hogy nem csak a, itt a fizikai világban, hanem ez kihatással lesz az embernek az anyagi e, tehát élete, ahogy bánik az anyagi javaival, az kihatással lesz a jövőjére és az örök életére is. Tehát ezt mondja itt Pálapostól, és most nézzük meg e, Istennek a gondviselését, mert ugye azt mondja 2. Korintus 8-ban Pálapostól, a 9. verszakban, hogy Jézus Krisztus szegény értünk. Na most nézzük meg, hogy, hogy ő a Biblia mit mond a bővölködéssel kapcsolatban? Ehhez nyissuk ki a Bibliánkat az 5 Mózes 28-nál, és azt olvassuk itt az 5 Mózes 28-ban, hogy, hogy az ember a, a bűnnek a következménye, itt nem, a, nem csak a saját bűnről van szó, hanem a, a, az egyetemes bűnnek a következményéképpen rászakadt az emberiségre, a szegénységnek az erői, és azt olvassuk itt, és elmagyarázza, hogy mi a szegénység, azt mondja, amiatt a 47. és 48. verszak, azt mondja, amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel, jó szívvel, mindennel bővölködvén, tehát látjátok, ez az alap, tehát ezt akarja Isten, ez az Istennek a jó, kedves, Tökéletes akarata, hogy mi az Urat szolgáljuk örömmel, és beteljünk örömmel, jó szívvel, és azt mondja, hogy mindennel bővölködvén. Azt mondja, hogy, hogy ha ez nem, nem csinálja az ember, azt mondja, akkor szolgálod majd, azt mondja, a te ellenségedet, akiket rád enged az Úr, éhen, szomjan, mezittelenül, és mindennel szűkiben, és vasigát vet a te nyakad, nyakadra, míg nem elpusztít téged. Tehát mit olvasunk itt a szegénységgel kapcsolatban? Gyakorlatilag itt a Mózes könyvébe Isten leírja, hogy mi az, hogy szegénység. Az a szegénység azt mondja, hogy éhen és szomjan. Tehát, hogy az ember éhezik és szomjúhozik. És azt mondja, mezítelen, tehát a ruhákat, nem tud felvenni, nincs ruhája, és mindenben szüksége van. Tehát az azt jelenti, hogy szegény, hogy a szüksége van az embernek. Folyamatosan dolgozik, teszi a dolgát, csinálja, jön valamennyi pénz, de soha nem elég, és soha nem tudja betölteni az életében, a családjában, az otthonában felmerülő szükségeket. És ez nem áldás. Isten ezt nem áldásnak írta le, hanem sajnos ez az át, átoknak a működése az embernek az életében. És van ebből kiút. Tehát mielőtt megharagudnál rám, vagy esetleg azt mondanád, hogy de hát most miért mondasz ilyeneket, azt szeretném neked mondani, hogy ez, ezek szellemi erők az embernek az életében. Ezek sorsot formáló erők, és lehet, hogy ott van a generációjában, a családfájában az embernek. És én azt szeretném neked mondani, hogy van ebből kiút, és pontosan az a kiút, amit Pálapostól a korintusiaknak elmondott a második levelében, hogy a názareti Jézus Krisztus gazdag volt, és szegényé lett. Miértünk lett szegényé? és azt olvassuk itt, hogy gyakorlatilag betöltötte ennek az átoknak, a, a, amit kifejt az ember életébe, ő szomjúhozott, ő mondta is a Golgotai kereszten, hogy ő szomjas. Olvassuk azt, hogy éhes, biztos, hogy éhes volt, mert nem evett már majdnem egy napja. Utána azt olvassuk, hogy levették a ruháit, mesztelen volt, szükségei voltak, azt olvasod, hogy amivel Isten megátkozta a földet, hogy tövist teremjen az embernek, hogy fáradtságos munkával éljen az ember, a tövis koronát készítettek neki, és azt tették rá. Ezt tudjátok, mit jelent? Az, hogy Jézus Krisztus elhordozta, és magára vette a mi szegénységünket, hogy nekünk bővölködő életünk legyen. Ez azt jelenti, hogy Isten be tudja tölteni minden szükségünket, sőt, még feleslegünk is marad. Isten ezt szeretné, hogy maradjon felesleg, maradjon az anyagi életünkben felesleg, bőségben legyünk. Ez jelenti a bőség, hogy sokkal több van annál, mint amennyire szükségünk van. És figyelnünk kell nekünk arra, hogy a tapasztalatunk ne tegyen bennünket hitetlenné, a tapasztalataink ne tegyenek bennünket aggodalmas szívűekké, szívű emberekké, a tapasztalataink ne, tegyen ben, ne tegyenek bennünket, hogy a jövőtől féljünk, hanem nézzünk rá Istennek az igényére, legyen a szemünk előtt az Isten igéje, mert Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy a tolvaj levegye a kezét az életünkről, mert ő csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, Jézus Krisztus pedig azért jelent meg, hogy lerombolja az ördögnek a munkáit, sőt, Jézus Krisztus azt mondja, hogy azért jött, hogy bővölködő életet éljünk. És Isten, aki elküldte a názáreti Jézust, az ő fiát, azt mondja a pálapostól Timóteusnak, hogy bőségesen meg akar adni mindent, ami tápláltatásunkra. Tehát látjátok, hogy Isten biztosít bennünket, és biztosít minket a afelől, hogy hogy bőséget akar adni nekünk az életünkbe. Ezzel meg kell barátkoznunk, ezzel a gondolattal. Ha ez olyan távol van tőlünk, vagy olyan idegen tőlünk ez a gondolat, akkor meg kell barátkoznunk vele, hogy nem, Isten akarata nem a szegénység. Isten akarata az életünkre a bőség. Tehát nézzünk meg akkor még egy pár olyan igét, hogy hogyan jön az áttörés. Tehát Jézus Krisztus megszerezte a fordulatot az életünkben, az, hogy megfordulhat az életünk, és Jézus Krisztus megszerezte azt a számunkra, és biztosította az életünket afelől, hogy meg tud történni, barátkozzunk meg ezzel a gondolattal, hogy ilyen anyagi körülmények között is, amiben most élünk, Isten bőséget akar nekünk adni, bővölködő életet akar adni, és ezt nem ilyen furfangos módon, hogy, hogy illegális módon megszerezni a javakat, hanem ad nekünk ehhez eszközöket. És nézzünk meg egy pár ilyen dolgot a bőséggel kapcsolatban, a bővölködéssel kapcsolatban. Nézzünk meg egy pár ilyen dolgot, hogy akkor hogyan jön ez az áttörés? Na nézzük meg, ugye az első, amit mondtam, az a 2 Korintus 9.8-ban van, és ez szerezte meg az alapot az áttörésre, Jézus Krisztus az ő személyében, akiről azt olvassuk, hogy gazdag volt, szegény értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Nézzük meg a másikat, az Isten igéjével kapcsolatos hozzáállásunkat. Ez az 5 Mózes 28:11-ben van. És ugye az 5 Mózes 28:1 az úgy kezdődik, ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak. Tehát itt ez jelenti a szorgalmasan hallgatni, hogy hallgatva hallgatni. Tehát az ember hallgatva hallgatja az igét. Tehát ez ez ebbe benne van, van egy törekvés az emberben, hogy ez nem csak, a, ha, hogyha marad még öt percem a napból, akkor na még gyorsan hallgatok valamit, hanem ez ott van a szívének a közepében, hogy én hallgatni akarom az igét, és nem csak akarja, hanem meg is teszi. És azt mondja, hallgatva hallgatsz az úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsát, amelyeket parancsol neked, akkor, akkor e földnek minden népénél fejjebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Látod, van haszna az Isten igének a megtartásának. Tehát az Isten félelemnek van haszna, ahogy az Új Szövetségben Pálapostól mondja, és mi, mi, ennek a haszna, hogyha megtartod az Isten igéjét? Mi a haszna, hogyha megcselekesszük az Isten igéjét? Azt mondja Pálapostól, hogy elkezd valami az égből, a mennyből leszállni az embernek az életét. És tudod, sokunknak erre van szükségünk, hogy valami leszálljon ránk a mennyből. Azt mondja, rád szállnak mind ezek az áldások. Tehát az embernek tudnia kell, hogy az Isten igéje közvetít. Közvetítő ereje van az Isten igének, ha megcselekesszük, nem csak hogyha hallgatjuk, hanem hogyha hallgatjuk és megcselekesszük az Isten igét, akkor közvetíti az Isten igé mennyből, elkezdenek leszállni az áldások. Tehát szellemi valóságok szállnak le az embernek az életére, és azt olvassuk, hogy ezek a szellemi valóságok, amiket áldásnak hív a Biblia, vagy ezt a fogalmat helyezzük erre a szellemi dologra, ezek elkezdenek megnyilvánulni az embernek az életébe, és itt leírja a következő tehát megnyilvánulásait az áldásoknak nevezett sors építő és sorsformáló erőknek. És a 11. verszak az azt mondja itt, hogy és bővölködővé tesz téged az Úr, azt mondja, bővölködővé tesz téged az Úr. Tehát bővölködővé tesz téged az Úr. Tehát ezt akarja Isten megcselekedni az életünkben, hogy bővölködővé akar tenni bennünket. Az áldások bővölködést hoznak létre. Tehát magyarán az a szükség, ami most ott van az életedben, az nem lesz mindig ott. Jönni fog az áldásnak az ereje, és el fogja söpörni a szükséget, a szegénységet az életedből. Mert ez szellemi valóság. Tehát azt mondja, bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. Tehát a jó dolgokban, nem a rossz dolgokban, nem a tragédiákban, nem a szegénységben, nem a betegségben akar bővölködővé tenni az Úr bennünket, hanem azt olvassuk, minden jóban. Tehát ami ebben az életben minden jóban bővölködővé akar bennünket tenni. És leírja, hogy mik ezek a dolgok, amiben bővölködővé akar tenni, és látjuk azt, tehát ezzel, hogy nézzétek meg, hogy ha az ember hallgatja az Isten igéjét, ha az ember megcseleksi az Isten igéjét, akkor ez olyan hatással van a szellemvilágra, a láthatatlan világra, hogy láthatatlan erők kezdenek segíteni az embernek, és láthatatlan szelek fújják az embernek a vitorláját, hátszelet kap az ember, és ez úgy fog megnyilvánulni, hogy, hogy ilyen erők dolgoznak az ember életében, hogy előbb-utóbb az jön létre a jövőjében, a sorsában az embernek, hogy minden jóban bővölködővé teszi az embert. Tehát látjátok, hasznos és jó dolog az Isten félelem, és annak megvan a jutalma már itt, ezen a földi életben, ebben a földi életben. Na nézzétek meg, itt azt néztük meg, hogy az igének való engedelmesség eh, mit hoz létre. De nézzünk meg egy másik igét, ami viszont az Isten szolgálatával áll kapcsolatban. Ugye, hogyha az ember nem csak engedelmeskedik az igének, hanem beáll szolgálni, és az Isten munkájába megtalálja a helyét, és, és beáll szolgálni. Akkor az előbb felolvasott, az 5 Mózes 28, 47 ben azt olvasjuk, hogy csak ugye itt én negatívban mondtam az előbb, hogy mivel nem szolgáltad az urat örömmel, jó szívvel és mindennel bővölködvén, tehát látjátok azt, hogy Isten ezzel azt mondja, ha szolgálod az Urat, akkor a, az Úrnak a szolgálata létre fogja hozni az örömöt az életedbe, örömöt. Tehát ez nagyon fontos. Nem frusztrációt, nem idegbajos leszel az Isten szolgálatában, nem frusztrált ember leszel, hanem azt mondja, hogy szolgáld az Urat örömmel. És utána azt mondja a 40. verszak, jó szívvel, tehát oda kell figyelni az embernek, hogy a szolgálja az urat, ne romoljon meg a szíve, hanem maradjon meg, hogy jó szívű ember maradjon a szolgálat közben. És a harmadik, hogy a szolgálat, nézzétek meg, hogy a harmadik dolog az hozza létre, hogyha az ember az Isten szolgálja, előbb-utóbb az lesz az eredmény, hogyha jól szolgálja az Istent, hogy mindennel bővölködni fog. Tehát Isten ezt akarja létrehozni az életedbe. Nézzétek meg, nem azt, ig nem azt mondom nektek, és nem azt ígéri a Biblia sem, hogy akkor milliárdos leszel, meg nem tudom, mi leszel. Egyet biztosan megmond. Van, akinek az az üzenet, hogy milliárdos lesz, van, akinek az az üzenet, hogy milliómos lesz. De, De nem ez a lényeg a, bővölködésbe. A bővölködésbe egy lényeg van, és ezt kell megragadnunk, hogy minden szükségünk be lesz töltve, és nemhogy be lesz töltve, hanem még felesleg is marad. Tehát ez a lényege. Tehát itt nem arról van szó, hogy osztályokba kell akkor menni, hogy tehát pénz, tehát úgy értem az osztályokat, hogy most akkor milliárdos, milliómos, ilyen, olyan, százmillió, 10 millió, 1 millió, teljesen mindegy. Mindenkinek a szükségének megfelelően tölti be Isten a, 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 az életét anyagi javakkal, úgy, hogy bőség, tehát hogy tartalékok felesleg tudjon maradni, és a feleslegből tudjon jó cselekedetekkel, tehát adományokkal szolgálni mások felé is. Tehát ez jelenti az, hogy bőség. Tehát nem az van megígérve, hogy akkor most akkor mindenki milliómos lesz, vagy milliárdos, meg ilyenek, hanem az van megígérve, hogy az, ami a szükséged, az igényed, a szükséged, annak megfelelően belesznek töltve a szükségeid, és még tartalékaid is lesznek, felesleged is lesz, sőt, még örökséget is tudsz hagyni a gyerekeidnek. Tehát ez jelenti az, hogy bővölködés. Na nézzük meg, ugye most néztük a Krisztus engesztelő áldozatát először is. Utána láttuk, hogy a, a, ugye az Isten igének való engedelmességben Isten ezt akarja létrehozni áttörést tudunk létrehozni szolgálat tehát ha Istennek a szolgálatába állunk bele. Utána nézzétek meg a példabeszéd 28-20-ban, azt olvassuk itt az Isten igében, tehát példabeszédek 28-20-ban, azt mondja itt Isten igéje, hogy a az igaz ember, a hívő embernek, azt olvassuk a 28.20. A hívő ember, te is hívő ember, vagy azért hallgatsz engem. Tehát te is, én is hívő emberek vagyunk. És azt mondja itt a 28. fejezetben Salamon király, és rajta keresztül Isten szelleme, hogy a hívő ember, bővölködik áldásokkal. Tehát bővölködünk áldásokkal. És megint látod, itt van, van, hogy bővölködés. Tehát Isten azt akar, és nem csak szellemi áldásokról van itt szó, hanem Isten azt akarja, hogy azok a szellemi áldások, amikkel megvagyunk áldva Krisztus Jézusban, ahogy az Efézus levélben mondja Pálapostól az első fejezetben, ahogy megáldott bennünket Isten minden szellemi áldással a Krisztusban, ezek a szellemi áldások anyagi dolgokká tudjanak válni. Tehát ami, amire azt mondja Judás, vagyis Jakab apostol, hogy ránk az a világosság atyától az ajándékok. És ezek megmutatkoznak konkrét dolgokkal. Ahogy itt mondja, hogy a hívő ember bővölködik áldásokkal. De, azt mondja, aki hirtelen akar gazdagodni, meggazdagodni, büntetlen nem marad. Tehát erre azt mondja uh, Isten igéje, hogy megvan az ideje az áttöréseknek az életünkben, megvan az ideje az előre, anyagi előrehaladásnak az életünkbe, nem szabad el hirtelenkedni. Ez egy olyan terület, amit hagyni kell kibontakozni, és együtt kell működnünk a Szent Szelem vezetésével, tehát nem csak passzívan ülünk, hogy majd valami csak lesz, hanem a Szent Szelem vezet bennünket, hogy mit csináljunk. Például nézzétek meg, hogy, hogy Izsáknak, ugye ő egy, ő egy olyan példa a számunkra, aki a Szent Szelem vezetésében járt és élt, és azt látjuk, hogy anyagi életében megáldotta az Úr, mert akkor, amikor úgy tűnt, hogy szárasság van a filiszteusoknál, és senki nem csinált semmit, mert csak a talajt nézte, meg az időjárást, hogy, hogy ez az egész nem alkalmas arra, hogy vetés legyen, és vessen az ember a földbe, nem volt eső, meg ilyenek, szárasság. Mit csinál Izsák? Úgy vezette Isten szelleme, hogy vessen a földbe magot. És nem megette a magot, nem feldolgozta, kenyeret készített belőle, hanem a földbe vetette a magot, és azt olvassuk, hogy lett abban az évben százanyja, és utána folyamatosan emelkedett ez az ember. Tehát az áldásoknak megvan az ideje, nem szabad elhirtelenkedni, nem szabad elkapkodni. Sokszor az ember előtte pusztán megy keresztül, pusztai időszaka van, ahol kipróbálódik és megpróbálódik az embernek a szíve, hogy alkalmas-e arra, hogy hordozza ezeket az áldásokat. Sok embernek romlást okoz ha még fölöslege is marad, és szenvedélybeteggé válik, vagy szenvedélyekbe kerül bele, és eltapsolja a pénzt, és így viszont, tehát Isten erre nem akar adni, viszont, viszont azt látjuk, hogy az ember kipróbálódik a jellemében, megerősödik próbaidőszakban, akkor azt a, az a tapasztalat, és tényleg így van, hogy, hogy egyszer csak a maga idejében a Szent Szellemmel együtt vezetve döntésekkel, munkával, foglalkozással egyszerűen váltások jönnek létre az ember életébe, és azt látja az ember, hogy többje lesz, többbe megy bele, és még feleslege is marad, betöltödnek a szükségei, és még feleslege is marad. De Először Isten meg akar tanítani bennünket, hogyha szükségekből jövünk, vagy szükségekben vagyunk. Meg akar tanítani bennünket az úr, hogy még azok között a szükségek között is hitben lássuk a magunkat, hitben lássuk az életünket, és a, tudjunk hálát adni Istennek, hogy ne panaszkodással teljen a napunk, ne a főnökeinkre haragudjunk, hogy miért nem adtak fizetésemelést, meg jutalmat, meg ilyen dolgokat, persze az ember megérdemli, hanem Isten vizsgálja az embernek a szívét, hogy, hogy a jelleme, a viselkedése ilyen mostoha körülmények között is krisztusit tud-e maradni, tehát a Krisztusnak a jelleme, a viselkedése, a magatartása van benne, vagy az őseinek, az apjának, anyjának, vagy a, a, nagyszüleinek, hogy káromkodja, szidja a főnökét, szidja az, ezt, azt, azt, a gazdag embereket, szidja azokat, akiknek van, szidja azokat, akiket látja, hogy előre megy az életük. Tehát ezek próbák, és nem szabad elbukni ezekbe, mert az ember eltolja a, a, az áttörésnek az időpontját az életében. Következő. A Joel e, prófétának a könyvében olvasunk egy olyat, a Joel 2-ben, hogy sajnos van olyan is, hogy az ember a személyes bűne miatt e, e, jut egy falat kenyére, ugye például ilyenek a szexuális bűnök, tehát a házasságtörések, a paráznosságok, hogy ezek hatnak az anyagi életre, és nem egy olyan, történetet hallottam, hogy amikor, az, amikor a, a, nem volt hű az ember a házasságában, a házasságot tört, vagy paráználkodott az anyagi életében is, a vállalkozásában is megmutatkozott ez a törés, és, és amikor helyreállt az élete, akkor az anyag élete megint tudott előre menni. Tehát ehhez az is kell, hogy az ember leszámoljon bűnökkel, hogy, hogy a bűnöknek az ajtaja ne nyissa ki az átoknak az erőit, a szegénységnek az erőit, a leépülésnek az erőit, hanem tudja emelkedni, egy védelem legyen az életébe. És Joel próféta erről beszélt Izrael fiainak, a Joel 2.24-ben, a 24-ben és a 26-ban. Azt mondja, tehát, hogy ugye előtte a Joel 2-ben arról beszél, hogy, hogy, megtérés. Szükség van megtérésre. Például a 12. verszak, a második fejezetben azt mondja, de még most is így szól az Úr. Azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És hogy ez ne csak egy külső cselekedet legyen, azt mondja, a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Azt mondja, úgy térjetek meg, hogy a szívetekből, tér, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Azt mondja, mert könyörülő ő, tehát az Úr könyörülő. Azt mondja, irgalmas, késedelmes a haragra. Nagyon nagy kegyelme van neki, és azt mondja, bánkódik a gonosz miatt. És azt mondja, ki tudja, hát ha visszatér, megbánja, és áldást hagy maga után. Tehát látjátok, hogy, hogy az Úr áttörést akar adni az életedbe, áldást akar adni. De viszont, de viszont le kell számolni a bűnnel az embernek az életébe, fel kell venni a harcot, a bűnnel, és, és, le kell számolni vele. És nézzétek meg, hogy a 24. verszaktól Joel elmondja, hogy a megtérésnek az eredménye anyagi áttörés is. A megtérésnek az eredménye a bűség is. Hogyha valaki a szívéből megtér, olyan nincs, hogy benne marad, a szegénységbe, olyan nincs, hogy nem fog előbb-utóbb áttörés jönni az anyagi életébe. Nézzétek meg, azt mondja a 24. verszak. És megtelnek a csűrök gabonával. Tehát Isten a csűröket, a tartalékokat, azt mondja, megtelnek a csűrök gabonával, tehát a megteltség, azt olvasod, bőven öntik a sajtok, a mustot, az olajat. Tehát látod a bőség, tehát hogy több van annál, mint ami szükséges. És azt mondja, kipótlom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár, a hernyó, a sáska. Látjátok, vannak olyan lények, mert ezek szellemi lényekről is szólnak, hogy akik tönkre teszik a hívőknek az életét, tönkre akarják tenni a bűnök által, a meg nem térés, amikor ott volt az ember életében, beengedtek az emberek olyan szellemi erőket, amiket itt kódnéven úgy, úgy használ a Biblia, hogy szöcskő, cserebogár, hernyó, sáska. Tönkre tették az embereknek az életét. De Isten azt mondja, hogy hogyha megtérsz, akkor Isten kipótolja azokat az esztendőket, amiket ellopott az ördög, a tolvaj, a fosztogató, a gyilkos, ami a, 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 a tolvaj, amit megfosztott az életedből, Isten helyre akarja állítani. Ki akarja pótolni, azt mondja, kipótolom nektek azokat az éveket, amit tönkretett az ellenség. És nézzétek néz, meg a 26. verszakban. És eztek bőven, és mele, megelégeztek. Mit olvastunk a Timóteusnál írt levélben? Hogy a mi Istenünk megad mindent nekünk a tápláltatásunkra. Itt azt olvasjuk, hogy eztek bőven. A szegénység mit mond az, az 5 Mózes 28-ba? Azt mondja, éhes leszel, szomjas leszel. Mit mond a bőség? Azt mondja azt, hogy eztek bőven és megelégeztek. És magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek a nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Tehát látod, ezt akarja Isten. A bőségnek az esztendeit akarja elhozni az életedbe. És vége, azt akar, hogy vége legyen a szükölködésnek, a szükségéveinek, és ő azt akarja, hogy bőséget tapasztalj meg az életedben. És a következő, a Máté evangéliumának a 13. fejezete, 12. verszaka, az azt mondja, hogy, hogy ha bölcsességre teszel szert az Isten dolgaiban, tehát a szellemedben bölcs leszel, fog jönni áttörés. Azt mondja itt a Máté evangéliumában Jézus, a Máté 13.12-ben azt olvassuk, hogy azt mondja, mondták a tanítványok, egy kicsivel hamar, hamarabb olvasom, miért szólsz nekik példázatokban? Azt mondja, ő pedig felelvé mondta nekik, mert nektek adatot, hogy érthessétek a mennyek országának a titkait. Ő nekik pedig nem adatott meg. Tehát Isten azt akar, hogy megértsd megérts az, az Isten országához tartozó titkokat, szellemi összefüggéseket meglás, hogy tanulj, bölcs legyél, szellemi bölcsességed legyen. Miért? Mert azt mondja Jézus, mert akinek van, annak adatik és bővölködik. Akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Tehát a bölcsességhez, a megértéshez, a kijelentéshez tudd meg, hogy az is hozzá tartozik, ha van szellemi belátó képességed, ha van kinyilatkoztatásod Istentől, kijelentésed, ezzel együtt ott van a bővölködésnek a szelleme is. És biztos vagyok benne, hogy a, a, azok az emberek, akik bölcsességet tanulnak az Úrtól, és bölcsességnek a szelleme betölti őket, azoknak az embereknek az anyagi élete nem marad ugyanaz, hanem meg fog változni az anyagi élete, és áttörés fog jönni az anyagi életébe. A példabeszédek nyolcban, amikor a bölcsesség megszólal, a bölcsesség szelleme, a bölcsesség maga megszólal, és azt mondja például, hogy azt mondja konkrétan anyagi haszna van a bölcsességnek. Tehát azt mondja, megtöltöm az erszényeiket. Tehát ez nem egy olyan, hogy semmit nem kapsz, hanem ha bölcs vagy, és bölcs leszel, vagy én is bölcs leszek, annak a pénztárcára, a bankszámlára hatás van. És meg fog, tehát, tehát áttörés, bővölködés jön az embernek az életére. És erre mondta Jézus, ha megértitek, ha megvan a kijelentés, megvan a bölcsesség, ott tud meg, bőség is jön és bővölködés fog jönni az életed, de valóságosan az anyagi életben is ez meg fog nyilvánulni. Na most itt térjünk rá azzal kapcsolatban, hogy még kettő-három dologgal a pénzügyi kezeléssel kapcsolatban, amire ebben a mostani időszakban, ugye, ami, ami tehát alap volt például 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, meg eddig is, tehát ahogy az ember éli az életét, hogy például van olyan a gyülekezetekben, hogy adakozás, jótétemény, tized, az, azt úgy látom, hogy az elmúlt években a kereszténységen belül lettek olyan keresztények, akik támadják ezeket a dolgokat az emberek, tehát a gyülekezetekben, a, pénz, a pénzügyeknek a kezelését. De nézzük meg, mit mond Isten igéje. A 2 Korintus 9.6-ban a adakozással kapcsolatban azt mondja Isten igéje a 2 Korintus 9-ben, a 6. verszakban, hogy aki bővenve, aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, Bőven is arat. Ugye most én a bőségről beszélek. Tehát ez azt jelenti, hogy az adakozása, az embernek az adakozsa, adakozása hatással van a szükségére, vagy a bőségére. Azt olvassuk, és ez Isten igéje, azt mondja, aki szükken vet, szükken is arat. Aki viszont bőven vet, bőven is arat. Tehát látjuk azt, hogy a, az adakozásnak ott kell lenni az embernek az életében. És, és ez a rész, a nyolcadik fejezet és a kilencedik fejezet pontosan az adakozással kapcsolatban van szó. Nézd meg, a, ez volt az adakozás, nézd meg a jó téteményt, amikor a testvéreinket megáldjuk, amikor szegény embereket megáldunk, szükségbe levő embereket megáldunk. Nézzétek meg, a, a 9. fejezet, nyolcadik verszak az azt mondja, hogy Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Tehát látjátok, megint itt a bőség. Tehát, hogy túl van azon, ami az embernek a személyes szükségei. Ha azt mondja, ennél sokkal több van ebbe benne, ő azt akarja, hogy a föl, ahogy keletkezzen fölösleg az életünkben, és a fölöslegünk viszont ö, ö, a fölöslegünkkel támogassuk, embereket, jó célokat, jó téteményeket gyakoroljunk, vagy gyülekezetet, de ne csak a fölöslegünkből, mert sokszor a hit próbája arról is szól, hogy abból, ami szükség van, emlékeztek a, a illés az özvegyasszonynál, azt olvasjuk, hogy csak arra volt éppen egy kis lisztecskéje, egy kis olaja, hogy éppen azt a szükséget betöltse, a, tehát amire nekik szükségük van a fiával együtt, és azt olvassuk, hogy, hogy ő meg akarta azt tenni, és azt mondja, hogy hát akkor utána meghal, mert elfogyott minden. És nézzétek meg, hogy Isten úgy adta az áttörést az életébe, hogy a szükségéből kellett egy próba által kitörnie és meg kellett nézni, hogy tud-e adakozni akkor is, amikor szükségben van. Tehát ez is egy érdekes dolog, de, de most nem erről akarok beszélni, hanem látjátok, az előbb azt mondtuk, hogy adakozás, most azt olvassuk, hogy jó tétemény, a malakiás könyve pedig azt mondja a bőséggel kapcsolatban, ami az anyagi életünkkel, ö, ö, tehát anyagi életünkkel kapcsolatos, azt olvassuk, hogy a harmadik fejezet tizedik verszakában azt olvassuk, hogy, hogy eh, hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, ezzel próbáljatok meg engem, ezt mondja a seregek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, tehát látjátok? Adakozás, jó tétemény, tized, és ezeknél mind a bőségnek a kiáradását mondja Isten, hogy bőven arat az ember, bőven lesz jó téteményre keresete, és, és a tizeddel kapcsolatban azt mondja, hogy bőven jön ki az áldás a, a tized által. És ez azt kell látni, hogy ez nem kötelező semmi sem kötelező, ez hitből, ha van az ember, meg tudja tenni. Ez a lényeg az egészben, mert Isten a hit istene. Őt nem lehet lekenyerezni, és nem lehet azt mondani, hogy de hát én adakozást, és akkor most mi van, vagy adtam tizedet, és akkor most mi van. Ez a hit, hogy az ember az Isten igébe veti a bizalmát, és Istentől várja, az engedelmességére, a hitből való engedelmesség, tehát senki nem fenyegeti az embert, hogy ezt meg kell tennie, nem kell megcsinálni, nem kell megtenni. Ha az emberbe hitből van ott, hogy a hit készteti arra, hogy engedelmeskedjen ezekre az igéknek, akkor tud áttörés jönni az embernek az életébe. És Befejezésül, tehát ígértem nektek még azt is, hogy a telhetetlenséggel kapcsolatban egy pár dolgot elmondok nektek, és ugye itt úgy kapcsolódik össze, hogy vigyáznunk kell, hogy az ember ne a vagyonban bízzon. Tehát ne a vagyonában bízzon, hogyha Isten megáldja, bősége keletkezik, gazdagsága keletkezik, akkor ne a vagyonban legyen a bizalma. Erről beszél, a Lukács evangéliumának a 12. fejezetében Jézus azt mondja, elmond egy történetet, ami megtörtént, és azt mondja Máté 10, Lukács 12-ben és 15. verszaktól, azt mondja itt Isten igéje, hogy 12-15, mondd azért nekik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget. Tehát azt mondja Jézus, vigyázzatok. A telhetetlenséget, ugye a telhetetlenség azt jelenti, hogy az emberben van egy sóvárgás, ami folyamatosan befelé húzza, önmaga felé húzza, ugye az, az önzősége miatt, önmaga körül forog, és önmaga, önmagához húzza a dolgokat és soha nem tud megtelni vele. Tehát hiába van pénze, még több kell, és hiába van még több pénzem, még több kell. Tehát, tehát egy telhetetlenség, nincs egy megelégedettség érzése az embernek, vagy belül egy mély megelégedettség hálaadással, ahogy mondja az Istenfélelemre félelemre pálapostól, hanem mindig egy ilyen, hogy, hogy még, 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 és soha nem tud betelni, Azokkal a dolgokkal, és erre mondta az Jézus, hogy vigyázzatok, hogy tehát ne legyen ilyen az emberbe, és azt mondja, hogy, hogy vigyázzatok, hogy ezt eltüntessétek a szívetekből. Mert azt mondja, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete, tehát az ő lelke az embernek nem. A vagyonban való bizalomban van. Hallod, ha, ha lesz áttörés az életedbe, van, ha van áttörés, vagy ha sikerült már áttörned, ne a pénzedbe bízzál, hanem továbbra is Istenben bízzál, Jézus Krisztusban bízzál, az Atyában bízzál, a Szent bízál. bízzál, mert a lelked nem fog tudni a vagyonban, nem fog tudni stabilitást találni a szíved. Mert azt mondja Jézus, ahol az embernek az a kincse van, ott van a szíve. És neked nem szabad, hogy mulandó földi dolgokon, és oda legyen tapadva a szíved, hanem nekünk meg kell őrizni a szívünket, hogy jó szívünk maradjon. A, a, a pénznek a szeretete tönkre tudja tenni az embernek a szívét. És, és láttad az előbb, hogy Isten meg akar áldani, de ő nem akarja, hogy szerelmes legyél a pénzedbe hogy ne olyan legyen, mint hogyha a fogadat húzzák, hanem tudjál, tudjál áldás lenni mások számára is. Hogy amit van, abból tudjál áldás lenni mások számára. És, és azt mondja itt, hogy mondott nekik egy példát. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Hát volt egy gazdag ember, akiről azt olvassuk, hogy nagyon-nagyon hogy bőségesen, túl bőségesen termett a földje, nagyon nagy bevételei származtak, nagyon nagy extra profitja lett ennek az embernek. És mit csinál ez az ember? Azt mondja, magában okoskodott. Tehát elkezd az ember okoskodni magába, hogy, hogy akkor most, most elkezd képzellegni. Tudjátok, ugye amikor a a lottóval kapcsolatban az emberek mondják, hogy ú, most megnyerem, és beikszelik a dolgokat, és már előre elképzelik, okoskodnak, hogy, hogy mit, mit, mi lesz ebből, hogy fogják elkölteni, mire, kinek adnak, ezt csinálnak, azt csinálnak. de várjatok egy kicsit, ez nem erről szól. Azt mondja, okoskodás ez. Azt mondja, azt mondja, mit cselekedjen? Most mit csináljak? Hallod, legalább ennek az embernek, a gazdag embernek legalább volt min okoskodni. A szegény ember meg a lotton a semmin okoskodik. És azt mondja, hogy mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet, tehát konkrét fizikai dolgai lettek, javai lettek ennek az embernek. És azt olvassuk, hogy azt mondja, hát ezt cselekszem, tehát kitalálta. Azt mondja, az én csűreimet lerontom, ami addig is volt, és sokkal nagyobbakat építek ezeknél. Azt mondja, ö, ö, sokkal nagyobbakat építek, ö, nagyobbakat ezeknél, és azokba takarítom be minden gabonámat, és az én javaimat. És figyeljetek, mi volt, mert ezzel se lett volna még gáz hanem nézd meg, hogy ő már nem akarta mozgatni ezt az egészet. Ő stabilizálni akart, és azt akartam mondani, hogy ezt lefixálom, és innentől kezdve a jövőm, a bizalmam, a látásom a jövőre, a megtapasztalásom, most már ebbe, amit így stabilizáltam magamnak, ebben lesz. És, és már nem, nem akar vetni tovább, már nem akarja azokat a dolgokat tenni tovább, hanem lefixálja határokkal, ide begyűjtök mindent, és amit ide begyűjtöttem, na azzal fogok élni. De hogyan? Azt mondja, azt mondja, és azt mondom az én lelkemnek, én lelkem most már sok javad van. Tehát, tehát a bizalom a javakban volt neki, és azt mondja, most már sok javad van, sok-sok évre, előre, 10, 20, 30, 40 évre, és nézd meg, azt mondja, sok javad van, sok esztendőre eltéve. Tehát bebiztosította magának a jövőt. És azt mondja, mit fog csinálni? Azt mondja, tedd magadat kényelembe. Ugye ez az első. Azt mondja, hogy, hogy bebiztosította a jövőt, Anyagi javakkal, ö, ö, be, tehát körbe határolta, fixálta ezeket a dolgokat, hogy ez most már biztos megvan. És mi lett a következő Azt mondja, Ted magad kényelembe, eredetiben pihenj, pihenj. Tehát ö, ö, nyugodjál, ezt is jelenti, nyugodj, pihenj. És ugye hány ö, ö, ugye ilyen ilyen, hogy hívják ott, lehet hallani, hogy, hogy ilyen, ilyen nyugdíjba megy az ember. Hallod, neked nem kell nyugdíjba menned. Tehát ez az ember ott rontott el, hogy ő azt mondta, hogy ő elmegy nyugdíjba. Most már elég volt ebből az egészből, nyugdíjba megy. És utána azt mondja, hogy, hogy mit csináljál? Egyél, így áll, gyönyörködj. Tehát, hogy az egészet a, ö, most már Örvenj, vígadj, egyél, így áll, nyugdíjas legyél. És azt mondja Jézus, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás. Azt mondja, mondta pedig neki az Isten, bolond. Tehát így kezeli Isten ezt, hogy bolond. Hát ez azt mondja, hát az éjjel elkérik a lelkedet te tőled. Tehát miközben alszik, észre se fogja venni, hogy meghalt, és lefekszik aludni, alszik, és már nem is ébred föl. Azt mondja neki Isten. Bolond, hát ez ilyen elkérik a te lelkedet te tőled. És halljátok, a mi lelkünk nem a miénk, hanem el, el tudják kérni. És ezért kell vigyáznunk, hogy ne az anyagi javak töltsék ki a lelkünknek a bizalmát. És azt mondja, elkérik tőled, amiket pedig készítettél, ki lesznek azok? Azt mondja, így van dolga annak, aki kincseket gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, hogy a teljes bibliai kinyilatkoztatás azt mondja, hogy lehet gyűjteni. Itt nem erről van szó, hanem aki az önzésének, tehát a, a lelkének a piheni, tehát a nyugdíjazásának, a lelkének a nyugdíjazásának, az evésnek, az ívásnak, és a, az, az a gyönyörnek az átadásáról van szó, hogy ezért gyűjtötte össze, és azt mondja, mi pedig arra törekedjünk, hogy a telhetetlenséget ki tudjuk küszöbölni, hogyha továbbra is mozgatjuk az anyagi javakat. Tehát amiket kapunk, jó téteményre fel tudjuk használni, és tovább tudjuk gördíteni ezeket És használjuk ezeket, és forgatjuk ezeket, és ezekkel azt mondja, hogy Istenben gazdagok tudunk lenni. És e, e, tehát én így ennyit, vagyis többet is szerettem volna mondani a telhetetlenséggel kapcsolatban is, de folytatni fogom. Tehát látjátok, azt akartam kimutatni nektek, hogy az áttörés benne van a bőségre, Isten tervében. Viszont nagyon fontos, hogy bölcsen, és ne telhetetlenek legyünk. Mert látjátok, ezt a gazdag embert is nagyon megáldotta Isten. Téged is meg akar áldani. De nem akarja azt, hogy az áldás bolondá tegyen bennünket. Tehát az áldásban Isten félelmet tanuljunk, és fog jönni az áttörés az életünkbe, és meg fogjátok látni, ha ezeket az, a, áttörési pontokat újra és újra figyelembe vesszük az életünkbe, akkor meg fogjuk látni, hogy jönni fog, a maga idejében fog jönni az áttörés az életünkbe, a sorsunkba, és az Istennek a bőségét, a bővölködő életet, amit Jézus hozott el nekünk a számunkra, abban fogunk élni. Én ezt kívánom nektek az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy bő, ez, amit Jézus megtett, hogy bőségesen minden jó téteményre teljes elégségben tudjuk élni, tudjátok élni az életeteket, megelégedve, mindenben bővölködve, áttöréssel, és persze egészséggel, hogy egészség is legyen az életünkben, ne hiába van pénz, hiába van bőség, ha nincs ott az egészség és én ezt kívánom, hogy legyetek egészségesek, és bővölködő életet éljetek a Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm, hogy itt voltatok velem.